Nem szakadt meg a 2012 óta tartó sorozat, Bakosi Péter megvédte fedett pályás bajnoki címét, megszerezve 6. elsőségét. A szabadtéren is 4-szeres bajnoki magasugró, a budapesti OB-n 2 méteren kezdett, majd a 208 cm következett. A 2.15-öt elsőre ugrott a nyíregyházi fiatalember, aki a 219-en harmadszorra jutott át. A 2.22 ezúttal soknak bizonyult, de Péter így sem elégedetlen az eredménnyel. Lehet, hogy legjobb formát akartam mutatni, ugye, mert ez egy magyar bajnokság is. Jó eredménye szerettem volna nyerni, és nyertem is viszonylag jó eredménye. Az megelőző versenyek azok inkább felkészülési versenyek voltak, mivel ott még edzésben nagyon sok edzés végeztem el, nagyon sok munkám volt, ugye, és azok a versenyek fáradtan versenyeztem, ahhoz képest egészen jó eredmények. Most kezdünk el könnyíteni, ezen a héten még lesz egy verseny, és jövő héten Európa-bajnokság. Péter edző édesapja szerint a magasugró jó formában van, és a kontinens viadalig hátralévő időben még javulhat is a forma. Folyamatosan javuló teljesítménnyel versenyről versenyre jött föl Péter. Ez a 219 cm-es eredmény, azt gondolom, hogy elfogadható. Sokkal több van benne, nagyon jó forma van, úgy érzem. Kisebb technikai problémák vannak még a nekifutás végén, de azt gondolom, hogy ezt az Európa-bajnokságig megpróbáljuk kijavítani. Bakosi Péter a hétvégén meghívottként rajthoz áll a junior országos bajnokságon, majd a jövő hétvégén a belgrádi fedett pályás Európa-bajnokságon képviseli a magyar színeket a nyíregyházi magasugró.